Egyre nagyobb külpiaci részesedésre tesznek szert a Magyarországon működő cégek, ezért is lenne rendkívül lényeges megelőzni a világ újbóli blokkosodását, mivel az jelentős új akadályokat gördítene a kivitel elé. Ezt a külgazdaság és külügyminiszter mondta ma délelőtt Kadafalván. Az Autoflex Knot Kft. Beruházásának átadásán Szijjártó Péter kiemelte, a világjárvány az export teljesítményt is veszélybe sodorta, ezért hirdette meg a kormány a Nemzeti Exportvédelmi Programot, amelynek keretében 43 vállalatot támogattak 64 milliárd forint összértékben, mintegy 130 milliárd forintnyi beruházást indukálva. Ennek a beruházásnak olyan hosszú távú hatásai is vannak, amelyek önmagukon túlmutatnak, és a magyar gazdaság dimenzióváltásához is hozzá tudnak járulni, hiszen itt a gyártás egy magasabb technológiai színvonalra került, sokkal rugalmasabbá, sokkal gyorsabbá vált. Ráadásul ezek a gépek már egy egészen új típusú képzettséget és szakértelmet igényelnek a munkavállalóktól, így a munkavállalók képzése is egy fontos szemponttá vált. Az Autoflex Knot Kft. 15 céggel van jelen az amerikai és az európai országokban. Szigetelés, a naperem program, a levegőtisztítás, légkondicionálók bevezetése a cégnél. Én úgy érzem, hogy ez egy magyar kis vállalkozásnál, ahol semmiféle privatizáció az egész életünkben nem volt, ez egy nagy eredmény. A hazai autóipari vállalat 800 millió forint értékű fejlesztése az amerikai és az európai piaci részesedés növelését célozta, a kormány pedig 400 millió forinttal támogatta a nagyobb teljesítményű alkatrészek megmunkálására alkalmas gépek beszerzését. A jelen támogatás is segíti az Autoflex Knot Kft. Piaci pozícióinak megerősítését, és segíti növelni az európai lakókocsi piacon való jelenlétet, valamint az energiakitettséget is csökkenti a támogatásból megvalósuló naperőmű üzembehelyezése. Szemerei Népataki Klaudia polgármester a Kecskeméti Televíziónak elmondta, örül annak, hogy azt a mérnöki tudást, szakértelmet, amit a legnagyobb kontinenseken is láthatnak, a saját erőjüknek és a kormány támogatásának köszönhetően most tovább tudnak fejleszteni. Az Autoflex Knot Kft. Esetében az első igazi ipari park alapító vállalkozása Kecskemétnek, úgyhogy ezért is különös ez az esemény, hogy 40 év múlva egy családi vállalkozásból, egy kecskeméti családi vállalkozásból egy világméretű és a világ első három legjobbja közé sorolt alkatrészgyártó és trélergyártó Kft.-je dolgozik itt a városunkban. A mai átadó eseményen Szijjártó Péter azt is kiemelte, hogy Magyarország úgy 33. az export világranglistán, hogy közben lakosság szám szerint csak a 95. helyen áll hazánk. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország a világ 10 legnyitottabb gazdasága közé tartozik. Az export aránya eléri a bruttó hazai termék, a GDP 85%-át.